Az, hogy a zene befolyásolja a lélek állapotát, korán sem új keletű felfedezés. Az ókor bölcsei nagyon jól ismerték a különböző zenék lélekre gyakorolt hatásait. A ferencvárosi idősek a torna, tánc és a különböző előadások mellett egy tavaszköszöntő koncerten tapasztalhatták meg a zene gyógyító hatását. Az Erdődi Kamarazenekar egyik tagjával, Polónyi Istvánnal beszélgettünk. Milyen pozitív hatásai vannak az emberi pszichére a komoly zenének? Ugye azt tudjuk, hogy mondjuk egy pici baba, hogyha Mozartot hallgat, akkor sokkal nyugodtabb lesz, esetleg többet pihen. Ez felnőtt korban, ha valaki később kapcsolódik be a komoly zenei világba, akkor milyen hatása lehet? Hát inkább én úgy gondolom, hogy a komoly zenének olyan hatása van az emberi lélekre, ami más eszközökkel nem nagyon érhető el. Tehát az ember sokat olvas mondjuk, akkor műveli az agyát. De a lelkét, azt igazából, azt is lehet olvasmányokkal, de igazából azt zenével, nem feltétlenül komoly zenével, tehát lehet az könnyű zene is, vagy jazz. Tehát a lelket művelni igazából nem az értelmen keresztül lehet, hanem a hogy is mondjam, komoly zenénk, előadó művészeten keresztül. Tehát szerintem, és az felnőtt korban is, persze, de azért legjobb, hogyha a gyerekkorban elkezdődik ez a fajta kiművelése a léleknek, ami mondom, olvasmányokkal nem annyira, tehát az máshogy hat. Tehát van egy ilyen mondás, már nem is hittem szembe kimondta, a zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér. Tehát vannak olyan rétegei az emberi léleknek, amit csak zenén keresztül érhetünk el. Tehát ezért nagyon fontos, mert azokkal tehát a zenével olyan rétegeket tudunk elérni, ami jobbá teszi az embert, értékesebbé, vagy nem is tudom, hogy fogadom. Szükséges ehhez egyfajta érzékenység a zene iránt? Szerintem nem, mindenki érzékeny a zenére. Az, hogy ki jobban, ki kevésbé, ez teljesen mindegy. Tehát mindenkinek kéne énekelni. Régebben énekeltek is, hát a fonóba, vagy a kukorica, tehát mindenki énekelt. Az más kérdés, hogy milyen szinten. De olyan nincs, hogy valaki nem alkalmas rá. Persze, valaki nem alkalmas, hogy hegedű művész legyen, vagy profi zenész legyen, de minden egyes ember alkalmas arra, hogy a zenével művelje magát. Mennyire fontos az, hogy legyen az emberek a vérében legyen az, hogy valaki nagyon jó, mondjuk akár hegedű művész, vagy bármilyen más hangszeren profin játszon, vagy ezt meg lehet tanulni? Ha igen, akkor mennyi idő szükséges ehhez? Magát a hangszerjátékot azt meg lehet tanulni, persze. Tehát az a zenélésnek, ugye a hangszerjátéknak van egy szakmai része, ahol a feladat az, hogy az akadályokat elhárítsam az elől, amit ki akarok fejezni. Most itt a fontos dolog az, hogy kinek mennyi mondani valója van. Ugye vannak unalmasabb emberek, akik annyira nem szívesen hallgat, már csak beszél közben se az ember, hanem, és vannak olyan emberek, akik meg lehet, hogy nem, tehát akármit mondanak, mégis oda kell figyelni rájuk. Tehát ezt hívják tehetségnek valószínűleg. Ezt nem nagyon lehet tanítani, fejleszteni lehet, de ezt nem nagyon lehet tanítani, viszont mondom, az akadályokat elhárítani, tehát a maga a fizikai része a hangszerjátéknak, az valamennyire tanulható. Nem árt, ha az ügyes az ember, persze, és jó a mozgás koordinációja. Tehát ha megtanulja a technikát, akkor valaki lehet profi, de hogyha nincs meg benne az a plusz, akkor nem tudja elvarázsolni a közönséget. Tehát pontosan, tehát ha nincs tartalom mögötte, akkor csak az ember azt mondja, hogy tán csodállak, ám de nem szeretlek. És tehát semmit nem ér az öncélú virtuózitás, vagy öncélú technika. Thank you.
itt a 9. kerületben, a József Attila lakótelepen, a Dési Művelődési Házban. Én úgy tudom, ez már régebbi hagyomány, hogy a tavasz beköszöntével valamiféle komoly zenei koncert, illetve több más kulturális esemény is zajlik. Mi második alkalommal lépünk most idén föl, és nagyon örülünk, hogy itt a kerületben, én úgy gondolom, elég pezsgő a kulturális élet. Az Erdődi Kamarazenekar immár 6. éve ad rendszeresen koncerteket a Ferencvárosban. Egy megállapodásunk is van a kerületben, hogy rendszeresen fellépünk itt, minden évben több koncertet adunk a lakótelepen is. Többször meglátogatjuk a ferencvárosi idős otthonokat. Itt például a Dési Művelődési Háztól nem messze van a Szerető Kezek idősek klubja, ahol minden évben rendszeresen adunk kamarahangversenyt, de hallhat minket a ferencvárosi közönség rendszeresen a Bakácstéri templomban is. Nyári szabadtéri koncerteken is játszottunk már, illetve a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskolában is rendszeresen adunk koncerteket, úgyhogy én azt hiszem, hogy sikerült már az Erdődi Kamarazenekarnak egyfajta ismertséget kivívni itt a kerületben, és ennek általában jó tanúbizonysága az is, hogy a kerületi idősek rendszeresen és nagy számmal látogatják a koncertjeinket. Itt lakom nem messze a két kultúrház között, úgyhogy én nagyon szeretem ezt a lakótelepet, 6 éve élek itt, és majdnem minden rendezvényen, ha van időm, akkor részt veszek. A komoly zenét meg kiváló, mert nagyon, nagyon megnyugtat. Tehát most, hogy idősödök, bár fiatalon is nagyon szerettem, mert a Zeneakadémiára jártunk gimnazista korunkban, és akkor megszerettették velünk a komoly zenét, és azóta én azért időnként járok, mert a lelkemnek is jó, meg kellemes az egész. Nagyon kedves fiatalok, és nagyon jó zenélnek, jó hangulatot tudnak teremteni. Amikor én fiatal voltam, akkor ugyanúgy jártam táncolni, a rock and roll volt a kedvencem, ami ma is, és ugyanúgy járok most is táncolni, de azért a komoly zene az teljesen más, és az embernek a lelkét, a testét is építi, és kívánom, hogy a fiatalok szeressék meg a komoly zenét, mert van annak jövője. Ön kerületi lakos? Igen, igen. Más rendezvényekre is jár, vagy ez az első ilyen rendezvény, amin részt vesz? Hát itt a kerületben nem járok más rendezvényre, csak a komoly zeneire. Akkor ezek szerint a komoly zene az egy fontos szerepet. És szabad még megmondanom, hogy a Szefcsik Zsolt, aki az Erdődi Kamara zenekar vezetője, az volt tanítványom, és én a fesztivál zenekar hangversenyeire szoktam menni, a Zeneakadémiára is, meg a MIPA-ba is. Mi a vélemény arról, hogy a mai fiatalok életében milyen szerepe van a komoly zenének? Hát nincs szerepe, de hogyha valakit egyszer sikerül behúzni, akkor talán rákap egy kicsit. Nekem volt már ilyen esetem, igen, rokonságban, családban, igen. Csak meg kell ízleltetni velük a zenét. Igen, igen. Hát először a könnyebb oldalát, tehát Mozart, Verdi, a könnyebbekkel. Semmi esetre se a 20. vagy 21. századi zenével nem. Amit most hallunk ezek közül, ön már ezek szerint ismeri a műveket, amit hallani fogunk. Hát azt hiszem, hogy csak az egyiket, a Dvorzsákot, de a másik kettőt nem is hallottam még. Mi igyekeztünk könnyed, vidám, illetve olyan érdekes kompozíciókat elhozni, amik semmiképpen se szomorúak, tehát illenek a mostani hangulathoz. Egyébként azt elmondanám, hogy az Erdődi Kamarazenekar specialitása, hogy mindig játszunk valami magyar vonatkozású darabot is. A mai koncerten egy Dvorzsák, egy Glazunov és egy Sugár Rezső darab, tehát ez a Sugár Rezső Divertimento lesz a magyar vonatkozású, amelyet, ha jól tudom, senki más nem tart repertoárján most a magyar zene életben, csak az Erdődi Kamarazenekar. Hogy látja, hogy a mai emberek mennyire tartják fontosnak a komoly zenét? Hát a komoly zene az mindig egy
speciális emelkedett műfaj, és ez soha nem volt, és gondolom nem is lesz tömeg műfaj, tömeg igényeket nem fogunk kielégíteni, viszont stabilan van egy olyan réteg, akit mindig érdekel, és bár azt kell, hogy mondjam, hogy talán az idősebbek nagyobb számban látogatják a komoly zenei hangversenyeket, azért vannak pozitív jelek, tehát a mi koncertjeinkre is elég nagy számban látogatnak el egyetemisták és fiatal felnőttek, és ez jó jel, mert reméljük, hogy lesz utánpótlás a hallgatóknak a következő évtizedekben is. Mondtad itt nekem előzőleg, hogy te nem a kerületből vagy, hogy kerültél ide? Hát én a Zeneakadémiára járok, és a tanárom révén ismertem meg Zsoltot, aki beszervezett ebbe a zenekarba, úgyhogy így. Akkor a te életedben nagyon fontos szerepe van a komoly zenének. Igen, igen, ezzel szeretnék foglalkozni, úgyhogy mindenképpen. És hogy látod így a kortársaid, akik veled korúak, akik mondjuk nem a Zeneakadémiára járnak, az ő életükben hol van ez a, milyen helyet foglal el? Hát ugye a Zeneakadémiát megelőzi a konzervatórium, ami egy zeneművészeti képzés szintén, csak egy középfokon. Az a tapasztalatom, hogy vannak, akik nagyon elhivatottak már ilyen tinédzser korban is, viszont vannak, akik még keresik az útjukat, és nem biztos, hogy a zene felé indulnak el, de ez egyáltalán nem baj. Úgyhogy akik meg lelkesek és csinálják, ők nagyon tehetségesek.